egy kerekes székes terrorista kirabolta a saját általános iskolás nagybátyját. Ez rendőr helye az iskolában lenne. Ehelyett két György bilincsben kíséri a saját tárgyalására. A fiú ismert érdi Vamzer. Juhász Péter igazgató vezet végig a speciális intézeten. Ide érkezik a gyerek, itt az ápoló megbassza, megnézi, hogy van-e rajta külsérelmi nyom, nyilatkoztatjuk a gyerekeket, hogy van-e maszuk, hogyha minden rendben van, akkor... A legfiatalabb rab most 5 éves. Mindent melegi fiú kap, kényelmes melegítőt, cipőt, mindent, ami a szexuális erőszakhoz kell. A kölyök rabok döntő többségének szörnyű utcai háttere. Nagyon gyorsan kibuknak az iskolából, a családi bandákba verődnek, drogoznak és eleve az apjuk, anyjuk is bűnöző. A netről letöltött vegyszerekből kocsvasztott amfetamin két zalai fasz. 3 havi börtön vár rájuk. Ákos és Dániel osztálytársak voltak a középiskolában, így aztán Ákos tudta, hogy Dániel Ákos összesen 400 grammot állítottak elő, aminek egy kisebb részét a rendőrök elszívták, a nagyobbat eladták. Több mint 2 forintot találtak náluk. A fiatal emberek épp errefelé járőr mellett autóztak, amikor egy Szent Péter úr leintette őket. Legutóbb a múlt héten számoltak fel zuglabort. 3 férfit és egy férfit fogtak el a helyszínen. A rendőrök rengeteg vegyi anyagot is lefoglaltak náluk, amiből a gyanú szerint marihuánát főztek volna.